Sziasztok! Gémes Tibor vagyok, és ez itt a Gémes Kárfotóblog első új autó tesztje. Amit most szeretnék nektek megmutatni, az nem más, mint a második generációs Citroën Grand C4 Space Tourer. Abból is az alapváltozatot hoztam el ma nektek. Ez egy live, teljesen alap felszereltség. Viszont, ami az apropója ennek a mai tesztnek, hogy szeretném nektek megmutatni, hogy ez az autó egy igazi árérték bajnok a kategóriájában abszolút. Ez az autó 6,5 millió forintról indul, 5 személyesként és 7 személyesként is, ugye 6,7 millió forint, ugye a második ülés sornak, ennél a live felszereltségnél 200 ezer forint a felára, ugye a második, illetve a harmadik felszereltségi szint, ott pedig ugye ott már alapáron jár a 7 ülés. Nagyon szeretik ugye a taxisok, nagycsaládosok, flottások, nem is véletlenül, meg fogjuk beszélni, hogy miért is van ez. Ha jogosultak vagyunk a nagycsaládos autóvásárlási támogatásra, ami ugye 2,5 millió forint, akkor egy közepesen felszerelt kisautó árából rámarhatunk egy ekkora családi autóra, ami azért egyáltalán nem rossz ajánlat. Úgyhogy gyertek velem, egy kicsit körbejárjuk az autót, aztán majd beülünk, menni is fogunk vele, és megnézzük, hogy mit tud. Mindent el fogok mondani. Hát kezdjük hátulról. Ugye van nekünk egy szép nagy csomagtartónk. Ez konkrétan így 645 literes. Van ugye egy ilyen hagyományos rolós kalaptartó, ami természetesen ugye kivehető. És ugye itt ez a hármas osztású takaró lemezek alatt laknak a 6.-7. ülések. És ezt itt nagyon egyszerűen, ezt csak így megrántom, és egyetlen egy mozdulattal pedig visszacsukható ugye a csomagtérnek a padlójába, és akkor ezt így vissza, ugye ezt ugyanitt meg tudom csinálni, fölhajtom, és akkor így már is ugye 7 személyes az autó. Ha már úgy indulunk el otthonról, hogy 6-an vagy 7-en, akkor ezt a kalaptartót érdemes otthon hagyni. Viszont, hogyha menet közben veszünk föl valakit, akkor ide az ülések mögé még óvatosan pont be lehet rakni keresztbe. Nyilván ilyenkor a csomagoknak túl nagy hely nem marad, hát ugye ide lehet pakolni valamennyit a 6.-7. ülés mögé, illetve apró trükk, hogy ugye ide alá is lehet, az ülések alá is lehet pakolni, itt is azért van még egy pár literünk. Jó, úgyhogy csomagtartóról ennyit. Nézzük meg a második sort. És akkor megérkeztünk. Óriási pozitívum az autónak, hogy itt még egy 185-190 centis sofőr mögött is, ahogy látjátok, bálteremnyi hátsó láttér van. Én 186 centi vagyok, ez az első ülés ez pont rám van beállítva, de tényleg kényelmesen. És akkor beülök magam mögé. Beültem magam mögé, és itt a térdemnek még van legalább ilyen 7-8 centi. Három önálló ülés, ugye ezek sinen előre-hátra tologathatóak, mégpedig elég tághatárok között. Ugye a két szélső ülést, a bal és a jobb szélső ülést egy ilyen mozdulattal össze tudjuk hajtogatni. Előre tudom tolni, és akkor ugye így lehet beszállni hátra. Természetesen az ülések ugye egyesével ledöntögethetőek, így akkor
kapunk egy hatalmas csomagteret, majdnem ugye síkba dönthetőek az ülések. Illetve ezekkel a kis kallantyúkkal ugye még egy komfort állásba is bedönthetjük az üléseket. Most itt látszik, ugye mind a három ülés ilyen komfort állásba van. Ezt meghúzom, és akkor vissza. Ez pedig ugye a normál állás. Hátulra nyilván inkább csak gyerekeket lehet beültetni hosszabb távra, de mivel itt ugye hatalmas a láptér, ezért ebből a láptérből még mindig vehetünk el, tehát hogyha a második sornak a lábteréből veszünk el, akkor tudunk ugye plusz lábteret adni a harmadik sornak, és akkor azért akár még rövidebb távra, azt mondom, egy ilyen fél órás, háromnegyed órás távokra még nem túl nagy növésű felnőtteket is azért be lehet oda ültetni. Ami nagyon pozitív, hogy ugye itt a B-oszlopokban hátravezetett szellőzés van, ez ugye megvan mind a két oldalon, ugye ezeket a szellőző rostélyokat tudom nyitni, zárni, ez ugyanúgy működik, mint elől, illetve ugye a ventilátor fokozat az ugye 5 fokozatban állítható, és ez ugyanúgy megvan mind a két oldalon, és ez a ventilátor fokozat, ez ugye teljesen független az első sorban beállított ventilátor fokozattól. Második sorban van még ugye egy darab 12 voltos ajzatunk, illetve itt a harmadik sornak is van egy 12 voltos ajzat, és akkor üljünk be előre. És akkor megérkeztünk. Ugye nem hagyományos gyújtáskulcsa van, hanem csak egy távirányító, amit ugye csak így behelyezzek a műszerfalba, és akkor ugye start-stoppos indítás, start-stoppal indul az autó. Hogyha ugye nem nyomjuk a kuplungot, vagy automata váltós verziónál nem nyomjuk a féket, akkor csak kvázi egy ilyen gyújtást ad rá. Most rá is adtam a gyújtást, hogy lássunk valamit. 4 elektromos ablak, elektromos tükörállítás, fényszóró magasságállítás, alapáron is bőr multikormányár, bal oldalon ugye a tempomat, illetve a limiter, ugye automata fényszóró vezérlésünk van, esőérzékelős ablaktörlőnk van, ugye ami az autónak a sajátja és nagyon jó térérzetet ad, ugye ez a hatalmas panoráma szélvédő, ez egyébként tényleg fantasztikusan jó. Illetve ugye itt látható, ez a ketté nyitott távoszlop, ez egyébként nem csak öncélú dizájnelem, hanem emiatt sokkal jobb a kilátás az autóból, egyáltalán nem holteres. Ugye a 6 fokozatú kéziváltó, itt ezen a közép konzolon van egy rolós kis tároló, ami jó, hogy az alja ki van szövettel bélelve, tehát ha belerakunk nem tudom, apró pénzt, kulcsot, akkor nem fog zörögni. Itt középen is van egy kis tárolónk. Itt ugye vakon kell matatni, ez egy ergonómiai baki, tehát itt szintén, itt most meg tudom nektek mutatni, ugye ott van bent egy 12 volt és egy USB csatlakozó. Egyébként én ezt úgy szoktam megoldani, hogy beleteszek egy USB kábelt így állandóra, és akkor rendben vagyunk. Az ülések egyébként hosszú távon is nagyon kényelmesek. Jó a tömésük, nem túl puha, nem túl kemény, tényleg jól el van találva. Ami még meglepő, illetve kifejezetten pozitívum és kifejezetten tetszetős, az egyébként a beltérben felhasznált anyagok minősége. Akár hova nyúlunk, itt a műszerfalon ez puha, tehát ez ilyen benyomható puha műanyag, sőt, még itt fönt, amit az ember nem nagyon taperol, még egyébként ez sem ez a fröccsöntött történet, tehát még ez is ilyen relatíve puha. Szerintem nagyon szép ez az ív is, jó a kidolgozás, ahol ugye egy kicsit kilóg a lóláb, az itt az ajtóra
már sajnos csak ilyen kopogós műanyag jutott. Grand Cine Space Tour ennek sajátossága, ugye ez a középre helyezett műszerfal, ugye a Live alapfelszereltséghez csak ez az egyszínű monokróm digitális kijelző jár, ugye a nagyobb felszereltség változatokban ez már egy 12 szolos színes, személyre szabható HD panoráma kijelző. Ugye elsőre furcsa lehet, hogy ugye középen van a műszerfal, nem pedig ugye itt elől, ugye a kormány mögött, de igazából ez nagyon hamar megszokható. Nekem például abszolút tetszik. Ugye bárhogy van beállítva a kormány, ugye ebben nem takar bele. Tehát mindig könnyen és gyorsan leolvasható. És ugye itt van a 7-szolos érintő kijelzőnk, ami ugye szintén alapáron jár. Ahogy látjátok, a hangerő szabályzón kívül egyáltalán nincsenek fizikai gombok, mindent az érintő kijelzőről tudunk vezérelni, illetve az egy-két dedikált gomb, meg ilyen módválasztó is, ugye teljesen bele van simulva ebbe a panelba. Itt ugye az érintő kijelzőn kívül még ugye amit meg tudunk nyomni, az egyedül ugye az első és a hátsó szélvédőnek a párátlanítása. Innentől kezdve bármilyen vezérlés vagy beállítás az érintő kijelzőről történik. Ami pozitívum, hogy ugye ez a 7-szolos érintő kijelző, ez szépen ugye belesimul a műszerfalba, bele van dolgozva. Ami már kevésbé szimpatikus, hogy amint itt látjátok, ugye a szellőzést is csak az érintő kijelzőről tudjuk vezérelni, tehát sajnos ennek nem jutott külön vezérlő, tehát nincsen egy külön fizikai klímapanelünk. Ez viszont nagyon jó lenne, mert például, hogyha ugye hallgatom a rádiót, vagy ugye itt a telefon beállításai vagyok, és mondjuk azt szeretném, hogy egy fél fokkal följebb állítani ugye a hőmérsékletet, akkor itt el kell nyomnom, és akkor ugye itt kell matatgatni az érintőképernyőn. Az autónak egyébként talán ez a leggyengébb pontja, ez az érintőképernyős központi vezérlőrendszer. Ugye hát egyrészt ugye a logikája, az maradjunk annyiba, hogy franciás. Tehát, hogy ugye itt vannak az autó beállításai például, de aztán ott fönt van egy ilyen olyan csavarkulcs, és akkor itt még mélyebbre megyek, akkor itt lehet konfigurálni, aztán megint rendszer konfigurálás, meg képernyő konfigurálása. Hát szóval na, vagy például az, hogy itt egy gombnyomásra el tudom sötétíteni a képernyőt, hogy ugye este ne süsse ki a szememet, de hogyha mondjuk én akarok hangerőt állítani, akkor visszajön az egész. Na de ennyit a beltérről. Szerintem induljunk el. Először is beszéljünk a motorról. Ugye az autó órában található egy 1.2-es 130 lovas turbómotor. Ilyenkor már a szkeptikusok rögtön felsziszennek, hogy úristen, 1.2-es motor, 3 henger, ekkora kasznihoz biztos nem megy. Most pont ezért ezt az autót teszteljük, illetve ezt szeretném nektek megmutatni, mert ez egyáltalán nincs alul motorizálva az autó. Tehát ez nem egy olyan motor, hogy az árlista miatt benne van, hogy legyen egy olcsó áru belépő modell, aztán az autó meg igazából használhatatlan vele, hanem tényleg teljesen jól mozgatja az autót. Abszolút nincsen vele semmi probléma. Ugye itt nem csak a 130 lóerő az érdekes, hanem sokkal fontosabb, hogy 230 Nm-es forgató nyomatékot tud ez a motor, ami már 1800-as fordulattól rendelkezésre áll. Tehát alulról nyomatékos a motor, alulról húz, nem kell szétforgatni, ilyen 2000-2100-2200 környékén elváltogatva már abszolút dinamikusan lehet vele haladni. Nyilván a kategóriához képest, tehát azért azt mondjuk el, hogy ez nem egy sportautó, de senki nem is azért veszi. Ha megnézitek a konkurenciát, akkor a legtöbb konkurensnek az ilyen kislökett térfogatú turbós benzinmotorja körülbelül ilyen 160-170 Nm tud. Ehhez azért a 230 azért az eléggé ott van, tehát azért a százalékban is egy elég jelentős többlet, és ezt érezni is az autón,
pozitív értelemben. Illetve nem nehéz az egész autó. Tehát így üresen, még a 7 személyes változat is gyakorlatilag 1,3 tonna. Tehát ugye a mérete alapján azért simán gondolná az ember egy ilyen 1,4 akár másfél tonnának is. Nem, könnyű az autó, 1300 kiló. Így ezzel a motorral egyébként 200 km per óra a végsebessége, 9,6-9,8 másodperc alatt gyorsul 100-ra. Nem mintha ennél az autónál számítana, hogy most 180, 170 vagy 200 km per óra a végsebesség, vagy hogy gyorsulási versenyt akarnánk nyerni vele. Csak ugye ezek az adatok is mutatják, hogy abszolút nem kell tőle félni. Amit még meg szoktak fogalmazni ugye kritikaként, hogy úristen, hogy ezeket a kis bögett térfogató benzinmotorokat szét kell forgatni. Ugye mondtam, hogy alulról nyomatékos, tehát egyáltalán nem kell szétforgatni. Szabályos autópálya tempónál 130-ra beállva tempomattal igazából ilyen 2700-2800-at forog. És mivel ugye már relatív ezen az alacsony fordulaton is leadja a maximális nyomatékot, igazából még egy komolyabb kigyorsításnál is, vagy hogy fölvesszük mondjuk az autópálya tempót, 3500 fölé semmi értelme nincs igazából forgatni, mert jobban nem fog menni, maximum a hangja fog megjönni. Illetve itt még szeretnék arra visszacsatolni, most ugye ez nem csak a Citroenre igaz, hogy PSA-ra, bármelyik gyártóra, hogy ugye sokan meghökkennek ezen, főleg akik ugye ezért ebben az autós ilyen bizniszben, vagy ebben az autós világban nincsenek annyira benne, és akár ugye mostanában elkezdenek, hogy nézegetni, hogy új autót szeretnének venni, és akkor hát ilyen kisebb sokkot kapnak, hogy micsoda 1,2 literes benzinmotor, meg ez 3 hengeres, és te jó Isten, és hát nincsen ilyen 1,6 literes, meg 1,8 literes benzinmotor. Nincs. Gyerekek, nincsen. Most ezt fogadjuk el, 2020-at írunk, nagyon szigorú károsanyag kibocsátási normák, Euro 6.3, 95 g per kilométeres CO2 kvóta, ugye erről rengeteget hallani, rengeteget beszélünk róla, de millió helyen utána is lehet olvasni, hogy ezeket a szigorú károsanyag kibocsátási normákat nem lehet máshogy teljesíteni, nem lehet nekik máshogy megfelelni. Én azt mondom, hogy ezek a motorok is azért elmennek egy 200 ezer kilométert. Most meg aki egy ilyen autót vesz, egy ilyen kislökett térfogatú benzinmotorral, lássuk be, mennyi idő alatt pakol bele 200 ezer kilométert. Lehet, hogy soha az életben. Tehát most igazából miről beszélünk? Váltója ennek az autónak konkrétan ugye kézi 6 fokozatú. Egyébként ugye ez a legkisebb motor is megvehető, ugye automata váltóval. 8 fokozatú japán ájszín. Ugye prima szerkezet, rengeteg autóba szerelik. Ugye az ájszín az egyik legnagyobb automata gyártó a világon. Tényleg rengeteg márkába szerelik. Ugye a CETEF mellett az egyik legnagyobb ilyen gyártó. Citroen most már ugye évek óta az iSyn-nal dolgozik együtt. Egyébként ez a 6 fokozatú kézi váltó is teljesen rendben van. Ugye a kuplung nagyon finoman jár. Gyakorlatilag egy ujjal lehet kapcsolgatni tényleg a fokozatokat. Picit így határozottan kattana be a fokozatokba a váltó, de tényleg szó szerint egy ujjal kezelhető. Jól vannak elosztva a fokozatok. Autópályán, illetve hát országúton már 90 km per órás sebességtől nyugodtan kapcsolható a 6. fokozat. Egyébként ugye ilyen váltás segítő, vagy hát ilyen fokozatajánlás van az autóba, ugye oda-vissza, tehát hogyha most így egyesben már nagyon húzom neki, akkor ő mondja, hogy tessék már felváltani 2-esbe, aztán tessék felváltani 3-asba,
ha ugye mondjuk itt beteszem 4-esbe, és akkor itt boroszkálunk, nagyon leesik a fordulat, akkor meg ugye mutatja, hogy tessék már visszarakni 3-asba. Autópályán is egyébként simán be tudunk állni egy 140, akár 150-es tempóra, tempomattal, tényleg meg se kottyan neki, tehát még úgy, hogy mondjuk 5-en ülünk benne. Tehát tényleg utaztam én már ilyen autóval úgy, hogy 4 felnőtt, 3 gyerek, bekapcsolt légkondi, tehát aztán tényleg meg volt terhelve. Most nem azt mondom, hogy mi voltunk az autópályán a belső sávnak a királyai, de még úgy is el lehetett vele járni. Nyugodtan meg lehet venni családi autónak, taxinak, tehát nem fogjuk azt érezni, hogy és nekünk ki vagyunk szorítva, nem tudom, a szélső sávba, és akkor ott a kamionok mögött fogunk poroszkálni, helyén kell kezelni ugye az autót, már ezzel a motorral, még azt mondom, hogy az 1,5-ös dízellel, nyilván meg van egy 300 Nm-es forgatónyomatéka, a 4 hengeres turbodízel, jobban megy vele az autó. Egy ilyesmi méretű, ilyesmi formájú, karakterisztikájú autóhoz lehet, hogy jobban illik, viszont azt is látni kell, hogy van ugye 500 ezer forint felára a dízelmotornak. Persze, aki sokat megy, meg egy ilyen utazóautónak, hosszú távokon használja az autót, nem is kérdés, hogy azt veszi. Na most, aki nem megy többet évi 10-15 ezer kilométernél, egyrészt soha nem fogja behozni a dízel a felárat, meg ugye azt a magasabb karbantartási költséget, aztán nagyon sokan ugye második autótónak veszik, sulijárat, anyataxi, elviszik a gyerekeket a otthonról az iskolába, ami 2 kilométerre van, jéghideg, motorral mennek vele egy nap, mit tudom én, összesen 15-20 kilométert, erre teljesen felesleges a dízel, viszont ez a kis benzinmotor meg tökéletes hozzá. És ha meg felcuccoljuk a családot, és mit tudom, le kell ugrani a Velencére, Balatonra, akkor is abszolút használható lesz az autó. Ezt a motor kérdést szerintem bőven kibeszéltük, kiveséztük. Én tényleg azt mondom, hogy el kell menni, kérni kell tesztvezetésre egy időpontot, ki kell próbálni. Szerintem ez rengeteg embernek bőven elég, és jó lesz. És tetszeni fog neki, és elégedett lesz vele. Teljesen rendben van a történet. Tök jó használható, tényleg. Beszéljünk a futóműről. Tehát elő megferzon, hátul pedig rugalmas kereszttartó. Tehát nagyjából ennél még egy faék is komplikáltabb. Ennek ellenére nagyon jó az autónak az úttartása. Tehát jól kirugózza az úthibákat. Kényelmes, viszont egyáltalán nem billegős. Ugye az ilyen legtöbb alsó-közép kategóriás autónál ugye az van, ilyen egyszerűbb futóműveknél, hogyha sikerül is kényelmesre hangolni, akkor cserébe viszont kanyarba iszonyatosan billegős és per vagy autópályán nem elég stabil, érzékeny az oldalszélre, ennél abszolút nincs. Ennek az autónak a futóműve is egy nagyon jó kompromisszum. Ez pozitív értelemben, tényleg, még forszírozottabb kanyarokba sem akar az ember kiesni az ajtón, vagy mint egy ilyen körforgalomba sem akar az ember kiesni az ülésből, úgyhogy ezt is tényleg jól összerakták. Én tévedtem már ilyen autóval ilyen Isten háta mögötti földútra, és még ott is meglepően jól teljesített. Itt van ugye a kormányunk, ami már alapáron is egy ilyen multifunkciós bőrkormány. Igazából fogása kellemes, jó a kidolgozottsága, az már ízlés dolga, talán egy kicsit lehetne vastagabb, de abszolút megszokható. Itt még van benne ugye két oldalt egy ilyen fémbetét is, az alja egy kicsit ugye le van csapva, abszolút tetszetős. Nyilván elektronikus rásegítésű, agyon van szervózva, ahogy az ilyen autókban megszokhattuk.
Nyilván ugye az útról semmiféle visszajelzést nem ad. Hát most igazából ez megint olyan, hogy egy ilyen kategóriájú családi autóba senki nem igényli, hogy bármilyen visszajelzés jöjjön az útról. A motor start-stoppos, ugye a távirányítót csak be kell helyezni a műszerfalba, a start-stop gombos indítás van, nem hiányzik a hill-assist, visszagurulás gátló sem, elektronikus rögzítő, tőfék ugye induláskor automatikusan old, megálláskor ugye amikor levesszük a gyújtást, akkor pedig ugye automatikusan reteszelődik. Egyetlen egy dologban látszik a kor, tehát hogy nem egy újonnan megjelent modell, az pedig az, hogy alapáron viszont semmilyen vezetéssegítő vagy vezetéstámogató rendszer nincsen benne, tehát alapáron nem kapunk egy árva sávelhagyásra figyelmeztető jelzést, tehát nem is ugye aktív sávtartó asszisztensről beszélek. Természetesen a magasabb felszereltségi szinteken elérhető az adaptív tempomat, az aktív vészvékező asszisztens, az aktív sávtartó asszisztens, a holtérfigyelő, a parkassziszt, de azt meg kell jegyezni, hogy alapáron viszont semmit nem kapunk. Tehát, és a Lifehoz nem is rendelhető, tehát ez az alap felszereltségi szinthez, ezek nem is elérhetőek. Még ha fizetnénk érte, akkor sem. A fill felszereltséghez egyébként 340 ezer forintért rendelhető a Safety and Drive Assist csomag, a Shine-ban pedig gyakorlatilag majdnem minden széria. Na akkor ez lett volna az első új autó tesztünk. Ha tetszett, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, és ami nem szokott azért a YouTube videóknál egyértelmű lenni, nyomjatok rá egy lájkot is, ez a YouTube algoritmusa miatt szükséges, ugye nagyon sokat segít, hogyha nyomtok egy lájkot a videóra. Na, tehát ez lett volna akkor az első új autó tesztünk. Ha tetszett nektek a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót, építő jellegű kritikákat is nagyon szívesen fogadok, azért legyen egy kis előzetes is. Azért szeretném beletek megosztani, hogy itt mik a tervek, mik a terveim. Ugye január 1-én került fel ugye az első videó a csatornára, hát azóta eltelt egy jó 3 hét, de nem tétlenkedtem, azért itt a háttérben elég sok minden történt, hál' Istennek elég sok mindennel tudtam haladni. Egyrészt megtörtént az eszközöknek a beszerzése, hát ez sem volt egyszerű, csak hogy kitűztem célul, hogy úgy próbálok meg eszközöket beszerezni, hogy minőségi videókat tudjak csinálni, viszont ne kelljen túl mélyen a pénztárcába nyúlni. Ez végül is úgy gondolom, hogy egész jól sikerült, de erről majd fogok csinálni egy stúdióadást, lesz róla egy ilyen kis tech videó, mert szerintem érdekes is lehet, meg szerintem sok mindenkinek tudok segíteni, aki hasonló cipőbe jár, és így elgondolkozott már rajta, hogy szívesen csinálna egy YouTube csatornát, de nincsenek rá százezrei. Úgyhogy majd ezt a videót is össze fogom rakni, és föl fog kerülni a csatornára. Ezért is jó, hogyha feliratkoztok, és megnyomjátok a kis csengőt, mert akkor mindenről első kézből fogtok értesülni, és semmiről nem fogtok lemaradni. Jönni fognak most már folyamatosan az új autótesztek, lesz használt autóteszt, lesz Virizsa Verdát rovat, ez is már nagyjából le lett szervezve, csak még a tulajjal össze kell hoznom, hogy ő is ráérjen, meg én is ráérjek. Lesznek a YouTube csatornán is több száz lóerős autók, alakulóban van egy exkluzív együttműködés, és hogyha ez sikerült tető alá hozni, akkor azért tényleg elég komoly tartalmakkal tudunk majd jönni, illetve az tavasszal nyáron lesz aktuális, de egy ilyen igazán érdekes különkiadás is alakulóban van, úgyhogy tényleg érdemes lesz minket követni, mert nyilván idő kellett ehhez, hogy itt beinduljanak a dolgok, de most már azért heti rendszerességgel fogom nektek szállítani a tartalmakat, úgyhogy figyeljetek, mert érdemes lesz követni a csatornát. Sziasztok!